A kultúrán, tehát a vallás és a kultúra kapcsolatáról beszélve, én egy meglehetősen speciális részéről szeretnék beszélni a kultúrának, nevezetesen a vallás az egyház, illetve a népi kultúra kapcsolatáról. És ezen belül is a bizonyos népi ünnepek történetéről, helyzetéről. Úgy gondolom ennek a kérdésnek bizonyos aktualitása manapság is van a kereszténység egész történetét végignézve bárhol Európában, azt látjuk, hogy a, az egyház és a különböző népi szokások közötti viszony, a népi kultúra közötti viszony, hát nagyon változatos volt az idők során. Tehát nagyon sokféle hozzáállást, pozitívat, negatívat, ellenséges, barátságos láthattunk. Az utóbbi, hát nagyjából 250 év Nyugat-Európájában nagyjából beállt egyfajta, mondjuk úgy egyensúlyi helyzet. Ö, azt mondhatjuk, hogy egyházi vallási szempontból a különböző népszokásokat nagyjából mondjuk úgy kategorizálták. Tehát voltak a népi kegyességnek különböző elemei, azután voltak ezzel ellentétes módon a különböző babonák, amelyeket, amelyek ellen föl kellett lépni, illetve a kettő között egy nagyon széles határmesdje. Olyan szokásokból, rítusokból, amelyek alapvetően nem vallási jellegűek, Ö, vagy csak egészen felületesen. Ö, gondolhatunk olyanokra, mint mondjuk a Tojásfestés vagy a locsolkodás. Hiába kapcsolódik egy ünnephez, nem nevezhetjük vallási rítusoknak. Na már most én úgy érzem, hogy az utóbbi egy-két évtizedben ez az egyensúlyi állapot, mint egy kicsit kimozdulni igyekezne. Mivel megjelent egy másik fél, egy harmadik külső szempont. Egyre gyakrabban, hát Találkozom olyan helyzetekkel, amikor különböző népszokások kapcsán az újságokban, riporterek között az első hozzászólás az, hogy, és természetesen ez a szokás, ez valamilyen régi kereszténység előtti ritusnak a maradványa, egyfajta ősvallás. Ezeknek egy része e, egyszerű ismeretterjesztő tudományos megjegyzés, illetve bizonyos felületeken e, tulajdonképpen az új pogányság megjelenését is láthatjuk. E, ez a fajta új pogány megközelítés a népi kultúra számos ellemét szeretné úgy látni, mint valamiféle ősvallásnak a e, maradványait. Ez nem nálunk jellemző, leginkább egész Európában így van. Most érdekes ez a jelenség, legalábbis én igen, ilyen csak annak találom, mert ö, tudományos szempontból ö, nagyon sok kérdést vet föl. Ö, manapság gyakorlatilag nem jöhet el egy húsvét, hogy valaki, ö, sőt, mit mondjak, gyakorlatilag bármelyik, mind, szinte minden média felületen, valaki el nem magyarázná, hogy például a tojásfestésnek milyen ősi kereszténység előtti szimbolikája van. Na már most én, mint kutató, ezzel az ősi szimbolikával nem nagyon találkozom. Tehát nem nagyon látom, hogy hol volnának erre a források. Ki az, aki talán legalább egy icike-picike nyomot arra, hogy a tojásfestés régebbi, mint a húsvét, régebbi, mint a kereszténység, és főleg, hogy ennek bármiféle ö, mélyebb, szimbolikus, vagy pláne pogányvallási jelentése volna. Most ez a változás... Ö, ez az újfajta szempont megjelenése a népi kultúra értékelésénél nem tudom megmondani, hogy hová fog vezetni a jövőben. Tehát ezek a tendenciák meddig fognak fennállni, mennyire lesznek az erősek, milyen válaszok fognak érkezni vele szemben. Én inkább az eredetéről szeretnék majd beszélni, illetve ugyanennek a problémakörnek a múltjáról a kereszténységre jellemző volt, különösen a, tehát a nagy felekezetekre, a katolikus, katolicizmusra és az ortodoxiára, hogy a történelem folyamán ezeket a fajta népi nagyon egyedi módon kezelték. Tehát mindig a konkrét helyzethez, időhöz igazodva adtak valamilyen választ, hogy most ez helyes dolog, vagy éppen helytelen dolog. Ez ö, nem egyértelmű egyébként, hogy ö, így legyen. Ö, különösen kisebb ö, hát ö, felekezeteknél, kisegyházaknál gyakran találkozhatunk olyan válaszokkal, hogy hát, ha nincs benne a Bibliában, akkor inkább ne csináljuk. Most ez a ö, ö, hozzáállás, ez, ö, ez szintén nagyon régi. Tehát ö, tulajdonképpen szintén visszavezethető, szinte az kereszténk korig. Ö, azt, hogy mekkora, hogy is mondjam, időtávlatok keverednek ezekben a problémákban, ezeknek a megítélésénél, itt szeretnék egy példát felhozni. Egy nagyon érdekes példát, ami, ami, mutatja, hogy a különböző a kultúrához, a kultúra bizonyos szegmenseihez való vallási hozzáállás milyen érdekesen alakulhat az idők során, és milyen különböző válaszok vannak. Ezt tekintsük egy picike kitérőnek, ami talán egy kicsit segít megértetni a kérdést. Mikor az előadásra készültem, egy szöveget szerettem volna megtalálni, aminek során az internet különböző bugyrai egyszer csak egy alaszkai honlapra repítettek. Egy alaszkai kisközösség kisváros honlapja volt, ahol a helyi iskolai igazgató hát adott közre egy kis kiáltványt, egy kis kommunikét, amelyben kérte a helyi orosz óhitű közösség tagjait, hogy támogassák iskolás gyermekeiket a hoki edzések látogatásában, mert az iskolai igazgató azt remélt, hogy ezzel csökkentheti az iskolai lemorzsolódást. Um, most kik ezek az orosz óhitűek? Az orosz történelemben még a 17. század során történt egy komoly szakadás bizonyos, hát liturgikus változtatások miatt, amelyet a lakosság egy része nem fogadott el. És ezeknek a leszármazottai néhány százezre ma is élnek szert a világban, még Alaszkában is. Egy meglehetősen hagyománytisztelő közösségről van szó, úgyhogy nem csoda, hogy az iskola igazgató, hát felvetését a hozzászólásokban nagyon kultúrált angol nyelvű vita követte egyébként, amelyben a leggyakrabban hivatkozott fórum egy 16. századi irat volt. A stoglav nevű gyűjtemény, amely tulajdonképpen egy zsinati hát döntésekből összeállított gyűjtemény, amely rettegett alatt készült. És bizony-bizony, nagyon úgy tűnik, hogy annak az alapján nem szabad hokizni, ugyanis a stoglav minden nyugati jellegű sportot megtölt, megtiltott, még a sakkot is. Uh, úgyhogy kibontakozott egy vita, amúgy ezek a derék óhitvek annyira konzervatívuk, hogy egy részük ö, egyáltalán ö, nem részesül semmilyen ö, szentségben sem. Tudnélik, óhitű papság nincsen, mivel nincsenek püspökeik. De azért az, hogy a hogy be kell tartani, ezt alapvetőnek tartották, és bizony ott, ö, annak alapján úgy tűnt számukra, hogy nem kéne hokizni egy keresztény embernek. Tehát a kultúrának ezen szegmense a kereszténységgel valami Kizárná egymást. Most ez a stográv, amit én eredetileg kerestem, amúgy egy igen érdekes irat. És szintén egy érdekes példája annak, hogy a, a mi történik, amikor különböző kulturális szabályokat, illetve keresztény vallási egyházi előírásokat egy új kultúrába próbálunk elhelyezni. Tudnélik, a stogláv nem csak a sakkozást és a kártyázást tiltja meg, hanem nagyon sok népszokást is. Ezen népszokások egy része a 16. századi orosz valóságra reflektál, tehát e, tényleg olyan dolgokat tiltanak meg, amiket akkor még üztek, és hát e, tulajdonképpen pogányrítusoknak tekinthetők. Azonban ezeknek a tilalmaknak egy jó része Oroszországban tökéletesen ismeretlen volt abban a korban. Ezeket még korábbi e, zsinati döntésekből hát e, szemelvényezték át az oroszok. Ilyen szempontból a legfontosabb zsinat, a trullánumnak nevezett zsinat a 7. század végén. Ez elvileg a 6. egyetemes zsinat volna, de csak a keleti kereszténység ismeri el egyetemesként. Most ez a zsinat, amit hát 692-ben tartottak, határozatot hozott nagyon sokféle, mondjuk úgy magánéleti szokás kapcsán is, hogy ezek tiltottak, vagy hát leginkább tiltottak a keresztények számára. És ilyen módon ünnepekről is. Tehát bizonyos ünnepek megtartását pogánynak minősítette ez a zsinat. Azt mondták, hogy ezek a régi vallás maradványai, és ezeket keresztény ne tartsa meg. Ezeket a tilalmakat vették át a 16. században az oroszok, noha ezek az ünnepek tökéletesen ismeretlenek voltak Oroszországban. Most ami érdekes, hogy Hát ezek az ünnepek, amiket a, a, a Trulánum zsinatja felsorolt, az új év megünneplése, március 1 a megünneplése, és még néhány további ünnep, ezeket úgy tűnik, hogy nem nagyon sikerült megszüntetni. Tudnélik, bizonyos formában ezek nagyon elterjedt módon tovább élnek Görögországban, illetve a balkáni népszokásokban. Természetesen teljesen krisztianizálódva, tehát igazából ezeknek valódi pogány tartalma már nagyon-nagyon régóta nincsen. Valószínűleg már a 7. században sem volt. Tehát itt tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy No, lám, ezek szerint igaz volna, hogy bizonyos ö, pogánykorból származó ünnepek, szokások ö, ilyen szépen tovább tudtak élni, akár a kereszténységen belül is, még ha megváltozott tartalommal is. Ö, ez a, a gondolat, ez egyébként természetesen nem az új pogányokban merült fel először, ez egy ö, bő 150 éves tudományos ö, gondolat, tehát a 19. századi vallástörténet volt, mely először úgy érezte, hogy ö, az európai folklór az tulajdonképpen egy ős vallás maradványának is tekinthető. Ezek a kérdés és ezek az ünnepek engem egész másokból kezdtek foglalkoztatni. Mindenesetre jó ideje, hát kutatom már őket. Tehát ezek a késő antikvitásra jellemző ünnepek, amelyek már a keresztény korban éltek tovább. Ami érdekes és elég hamar egy ilyen határozott már vált, hogy ezek az ünnepek, ezek valójában nem pogány ünnepek. Ezt Elég egyszerűen meg lehet állapítani, ugye, és a többségükről ö, gyakorlatilag nem is hallunk az előtt, hogy a, a keresztény füspökök ö, elkezdték volna őket ö, pogányként hát megbélyegezni tulajdonképpen a március elsője megünneplése, az új év megünneplése is kétségtelenül létező szokások voltak, de a többségük nem sokkal régebbi, mint Nagy Konstantin kora, és előtte hát mondjuk úgy nem tartoztak a legfontosabb ünnepek közé, és nagyon-nagyon kevés vallási jelentőségük volt. Tehát tulajdonképpen bennem az a benyomás alakult ki, hogy ami tovább tudott élni a kereszténység előtti kultúrából, az nem a tulajdonképpeni vallási ünnepek és vallási szokások, hanem olyan szokások, amelyek már a kereszténység előtt is, ha léteztek egyáltalán, akkor nagyon világias jellegű szokások voltak, és tulajdonképpen a hétköznapi élet ritusai közé tartoztak. Ezekről egyébként tényig az, hogy elmondhatjuk, hogy némelyik nagyon hosszú életűnek bizonyult. Amikor elgondolkoztam, hogy ezek közül melyikről is ö, ö, beszéljek itt, 5 fontos ünnepről van egyébként itt ö, szó, elég nehéz volt a döntés. Némelyik ünnep nagyon érdekes, például az új évhez ö, kötődő álarcos bál, ami ö, a negyedik században jelenik meg először. De ez egy olyan nagy téma, amit sehogy se tudtam volna ö, ennyi időbe besűríteni. Voltak olyanok is, amelyek hát, talán annyira nem érdekesek a, a közönség számára, vannak amelyekről meg úgy érzem, hogy én még sokat kell, hogy foglalkozzak és kutassuk velek, kutassak velük kapcsolatba. Úgyhogy végül, amire a választásom esett, az a Szent Ivánéhez kötődő szokások lennének, és azok eredettel. Manapság ugye a nyár leghosszabb napjának a megünnepléséhez nagyon sok olyan szokás kötődik, amelyet bizonyos európai országokban még ma is élő módon megülnek. Ugye elsősorban itt a, a, a nagy szentíváni tüzeknek a megrakására gondolnék, de sok más egyéb szokás is létezik. Ez volna az az ünnep, amely egyrészt valamilyen formában Európa nagy részén jelen van, Észak-Európában és Dél-Európában is. Ö, és amelynél első pillantásra hát valóban logikusnak tűnik a fölvetés, hogy ez biztos valamilyen nagyon ősi, akár kereszténység előttről örökölt jelenség. Ö, amikor hát megpróbáltam ennek az egésznek ugye gyökereit feltárni, egy pár nagyon meglepő dolog került elő. Ö, ugye először is, hát miért volna úgymond pogány ünnep ez a nap. Hiszen egy, alapvetően egy keresztény ünnepnapról van szó, keresztelő Szent János születésnapjáról. Ami a kereszténység előtti kultúrához közel vinni, az az, az egyszerű tény, hogy a nyári napforduló napja. Most az én tapasztalatom antik vallásokról azt mutatta eddig elé, hogy ezeket a csillagászati forduló napokat az autentikus pogányvallások nem nagyon ünnepelték meg. Tehát olyan igazán jellegzetes és fontos nyár vagy télközépi ünnep görögöknél, rómaiaknál nem nagyon volt. Tehát valójában őket nem annyira a csillagászat meg a napmozgása érdekelte, hanem a mezőgazdasági munkák, és a saját ünnepeiket a mezőgazdasági munkák hát lezajlásához ö, időzítették. Ö, na már most a szentíváni szokások kapcsán a, a ma, és hát egyeden a folklorból ismert szokásoknál a legismertebb a tűzrakás. Ennek sem nagyon találtam antik előzményeit, tehát görögöknél, rómaiaknál igazán hozzá köthető, ehhez hasonlítható szokás nem volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem, mara, nem régi eredetű ennek ellenére, tehát esetleg keltáktól, germánoktól is jöhet ilyesmi, de amúgy az az igazság, hogy a nagy ünnepi tüzekrakás az egy olyan általános szokás, a különböző ünnepek kapcsán, hogy itt, itt folytonosságról beszélni kultúrák között szinte nem is érdemes. Ami érdekesebb talán, és ö, fontosabb, hogy más szokások is kötődnek ehhez a naphoz, főleg Kelet-Európában. Tudnélik, nem csak egy tüzes, hanem egy vizes nap is volna ez a nyári napforduló. Ö, sok helyen, Kelet-Európában, Balkánon, ö, megfürdenek ilyenkor tavakban. Görögország bizonyos területein ez az első nap, amikor a tengerben elkezdenek strandolni a régi szokások szerint. Előfordulóan olyan, hogy embereket vízbe dobálnak, és csak akkor válthatja ki magát az illető, hogyha az férfalut meghívja a kocsmába tehát sokféle vízzel kapcsolatos szokást is látunk, illetve ilyen egyszerű, jövendőmondó szokásokat, amelyeket igazán jóslásnak se lehetne nevezni, hanem ilyen egyszerű, játékos ö, jövendőmondások. Na már most ezeknek a szokásoknak viszont már találhattunk bizonyos késő antik előzményeket, de nagyon furcsa és nagy, nagyon kacskaringos úton módon. Ö, és azt hiszem, még bele is fog férni az időmbe. E, és ezek a, hogy is mondjam, idézőjelben pogánygyökerek fogják megmutatni, hogy mennyire nincs értelme e, e, pogányszokások továbbéléséről beszélni, hanem ehelyett igazából egy más szót kéne találnunk. Tudnélik, hogyha visszamegyünk az időben, e, találunk valamit, ami első pillantásra, Egyáltalán nem hasonlít a szent fürdőzéshez, fürdőzéssel. Sőt, kevésbé nem is lehetne szinte hasonlítani, az egyetlen összekötő ellen az a víz lesz. Azonban, mint látni fogjuk majd a végén, a két dolog valahogy mégis összefügg egy fesztiválról van szó, amely a Krisztus utáni negyedik században terjed el a római birodalom keleti provinciáiban, Szíria területén, kis bizonyos területein és a fővárosban is. Ezt ünnepnek nem is igazán lehetne nevezni, inkább fesztiválnak. Az ünnep vagy fesztivál neve Majuma volt. Majuma, ez nem is görög szó, egy sémi eredetű szó, más neveken is ismerték, és hát nem is a napfordulókor volt, hanem májusban. Ilyenkor ez egy kimondottan városi fesztivál volt, az emberek kivonultak az utcára éjszaka fáklyákkal, és a színházban előadásokat tartottak, hát nem éppen részt a leírások szerint a, ja, a legtöbb ö, görög színháznak a... Ö, játszóterét föl lehetett tölteni vízzel. És ebben a vízben hát az illendőnél kevésbé felöltözött hölgyek úszkáltak a közönség szórakoztatására. Ez volt a majumának a e, lényege. A majuma nagyon későn jelenik meg a forrásokban. Tehát a, a negyedik század közepén, és hát ettől kezdve a sorsa az a betiltás és az újraengedélyezések sorozatából áll. Tudnélik, nem csak az egyház ítélte el. Az, hogy az egyház miért ítélte el, az, az teljesen világos, de úgy tűnik, hogy még a pogány értelmiség is, hát borzasztóan erkölcstelennek és visszataszítónak tartotta ezt az egész ünneplést. Úgyhogy meglepő módon az első betiltó az egy ö, tulajdonképpen Pogány császár Juliánus apostata, aki a kereszténységet odahagyva visszatért a Pogányhídhez. Később a 4. század végén újra engedélyezték a keresztény császárok, de azzal a megkötéssel hogy tessék izedelmesen viselkedni. Később az 5. században, miután egy ünnepen, hát kisebb tumultus tört törkést, néhány ezer ember meghalt, ezért újra betiltották. De úgy tűnik, hogy utána megint valamikor engedélyezték. Tehát egy igen sajátos fesztiválról van szó. A majumáról szóló forrásaink gyakorlatilag mind erről a színházi előadásszerűségről írnak. Egyetlen szerző megemlíti, hogy talán volt ennek valamilyen népiesebb formája is, nevezetesen az, hogy májusban egyes területeken hát egymást az emberek viccből a tengerbe dobálták volna, és hogy ez lett volna majuma eredeti formája egy, egy darab szerző szerint. Nem tudjuk, hogy honnan jön ez az egész. Tehát azt látjuk, hogy későn jelenik meg, elképesztően népszerű lesz a szórakozásra vágyó közönség körében. Úgy tűnik, hogy a közel-keleten ismerték ezt a dolgot, de hát ugye ez nem nagyon látszik vallási ünnepnek. Igazából ünnepnek sem nagyon. Azonban ebben az esetben kivételesen úgy tűnik, hogy mégis volt egy korábbi forma ami ünnepszerűbb volt. Tudnélik, ö, nem majuma, hanem egy másik néven, egy másik ünnepet ismerünk, amely föniciai volt, és Márzáknak nevezték. Ez a Márzeach ünnep, ö, ezt májusban tartották valószínűleg, nem tudjuk, hogy volt-e közel a vízhez, viszont lakomákkal együtt járt, és már az Ószövetségben is megemlítik proféták, mint a pogányoknak a szokását. Na már most ez az ünnep, ez a Marzeach, ez mindenütt elterjedt, ahol a föníciaiak eljutottak, tehát Kártagóban, Franciaország, a mai Franciaország déli területein. És bizony egyértelmű forrásadatok tanúskodnak róla, hogy ez a Marzeach ez azonos volt a majumával. Tehát egy ünnepnek ez két neve volt. Ö Na már most viszont miért fontos ez nekünk, hiszen még mindig ugye nagyon nem Európában járunk, hanem a közel-keleten és Észak-Afrikában, ráadásul nem is a napfordulókor, hanem májusban. Miért lehet ez mégis a számunkra érdekes? Azért, mert van két ókori forrás szövegünk, amely elsőként beszámolnak arról, hogy a ö, Szent János napjához ö, tartoznak, ö, hát fürdőzéssel együtt járó népszokások. Ö, és ez a két szerző, akit így most megemlítenék, az első nagyon-nagyon híres Szent Ágoston. Szent Ágoston beszámol róla, hogy Hippóban, az ő városában, ö, az emberek között élt egy nehezen legyőzhető szokás, miszerint keresztelő Szent János ünnepén kimentek a tengerhez fürödni. És ezt úgy nevezték, hogy baptizára megkeresztelkedni. Ágoston szerint ez egyértelműen egy pogány szokás, még akkor is, hogyha a résztvevők ezt nem tudták. Tehát maguk a résztvevők, mint kiderülök, azt hitték, hogy csak keresztelő Szent Jánost ünneplik. És hát Ágoston mindenkit megkért, hogy légy szíves, ezt ne csinálják. A másik e, szerző, aki az ókor végén még említést tesz a nyárközép megünnepléséről, az egy kicsit később, az 5.-6. század fordulóján, Cézáriusz. Ő árban élt, tehát a mai Franciaország, Dél-Franciaország területén. Ő nagyon nem szerette a népi szokásokat, ezért ő kicsit hosszabban számol be róla, hogy egy, egy szentbeszédben, hogy ö, ár egyes lakói ezen a napon, a nyár leghosszabb napján éjszaka kimennek, tavakhoz, folyókhoz ott megfürödnek, és mindenféle illetlen dalocskákat énekelnek. Ez Cézár elmagyarázza nekik, hogy ilyet keresztény embernek nem kéne csinálni, mert ez pogány szokás. Most ö, annak ellenére, hogy manapság a Szent Iváné egész Európában elterjedt népű ünnep, az okor végéről nincs más adatunk, mint ez a két pici adat, Szent Ágoston és Cézáriusz megjegyzése. Ö, ami jelzi, hogy bizony úgy tűnik, hogy az ókor végén még egyáltalán nem volt olyan elterjedt ez az ünnep. Nagyon sok szerző beszél magáról Szent János ünnepéről, de senki más rajtuk kívül nem szól arról, hogy itt ilyen pogány szokások is zajlanának. Ami érdekes, hogy mind a két szerző, Augustinus, tehát Szent Ágoston, és Cézárius is olyan területen élt, amely egykor föniciai terület volt. Tehát Ágoston, ugye Kártagó közelében, Cézárius árvárosában, ami Márszájhez közel található, és szintén föniciai terület volt, és mind a két területről tudjuk, hogy ö, ismert volt ez a Márzeák nevű föníciai ünnep. Azonban úgy tűnik, hogy ö, már az őkorúban, tehát Ágoston korára ezt valamiért átértelmezték. Tehát nyugaton nem cirkuszi látványosság lett ebből a pogány ünnepből, hanem bizonyos elemeit egyszerűen átsorolták Szent keresztelő Szent János ünnepére. Azonban látszik, hogy a gyakorlói szokásnak már akkor sem gondolták, vagy nem tudták, hogy ez egy pogány szokás. Tehát ők úgy gondolták, hogy hogyan emlékezhetnek máshogy keresztelő Szent Jánosra, mint fürdőzéssel. És úgy tűnik, hogy ez az a terület, vagy ez az a régió, ahonnan ezek a kvázi vizes ünnepi szokások elkezdenek terjedni Európa szerte. Ö, és nagyjából a későbbi forrásokban azt látjuk, hogy 12-13. századra ö, már egy sokkal nagyobb területen ismertek ezek a ö, Szent János napi fürdőzések. Ö, ami ugye tanúsánként érdekes ebből az egész történetből, valószínűleg azok a mondjuk pászláv nacionalisták, akik a Szent Iván napban a szláv ősvallásnak egy ellemét szeretnék például feleleveníteni manapság, legrosszabb álmukban sem gondolnak rá, hogy valójában egy föniciai ünnep bizonyos rítusait gyakorolják amely igen kacskaringos úton, de végül eljutott egészen Oroszországig. Most záró mondatokként, hogy mit is akartam ezzel az egésszel mondani. A ünnepek, a népi rítusok részében azt látjuk, hogy nagyon sok minden külsőség. Ezek a külsőségek, ezek nagyon-nagyon rugalmasan változnak az idők során. A népi kultúra közel sem annyira hagyományőrző, mint azt gyakran hinni szeretnénk bizonyos formák kiüresednek, elvesztik a vallási tartalmukat, és adott esetben új vallási tartalommal telítődnek meg, és tulajdonképpen ezzel leírhatnák a kultúra középkori kristianizációjának is a, a lényegét. Tehát a kultúra egészét, azokat az elemeket, amik nem voltak vallásilag fontosak, vagy már kiüresedtek, azokat szép fokozatosan az évszázadok során egy keresztény tartalom ö, töltötte föl, és tulajdonképpen ennek az eredménye volt a középkori keresztény-európai kultúra születése. Köszönöm szépen!